Kedveseim, szeretettel köszöntelek ebben az újabb videóban, amely része az agykontrollos gyakran intézett kérdések videósorozatnak. Most is olyan kérdésekre fogok válaszolni, amelyek időközben befutottak a tanfolyammal kapcsolatosan. Megkérdezték többen is, hogy tulajdonképpen hogy kell használni az alfa hullámokat, vagy mire jók azok? Nos, az alfa hullámokat nem használjuk, illetve azt az agy generálja egy módosult tudatállapotban, például akkor, amikor el vagyunk lazulva, rögtön ébredés után, amielőtt még kinyitnánk a szemünket, és mindjárt elalvás előtt, amikor úgymond megszakad a vonal, vagy a film, és elalszunk. Nem vagyunk tudatában annak, hogy mikor alszunk el, tehát nem tudjuk érzékelni azt a momentumot, amikor elalszunk, de azt tudatosítjuk, amikor reggel felébredünk. És hogyha egy alfa szintből jövünk ki, ami zökkenőmentes, akkor sokkal könnyebb, sokkal szebb az ébredésünk. Nos, az alfa szint ez az, amikor az éber állapotból lassan belecsúszunk a féléber állapotba, vagy az alfásba, és ilyenkor az agy lelassítja a működését, az agy frekvencia a bétáról alfára áll át, és ekkor az agy sokkal könnyebben fel tudja dolgozni a már felgyülemlett információkat, amelyeket napközben vittünk be az öt érzékszerven keresztül, és ez alatt az alfa időszak alatt az információ, mint már mondtam, feldolgozásra kerül. Ez az alfa állapot nem egy állandó állapot, hanem egy időszakos. Ugyanis az alvás egy ciklikus folyamat. Ez alatt bejárjuk az alfa, a téta és a delta tartományait, amelyek természetesen mélyebb szintek, tehát mérhetően mélyebb szintek, és mindegyik szintnek, mindegyik vibrációs szintnek megvan a haszna, a sajátossága. Tehát az alfa szint alatt, vagy az alfa szint közben el vagyunk lazulva, többnyire alszunk, hogyha pedig éberek vagyunk, akkor azt tudatos relaxációval értük el, hogyha alvás időszakban mérhető lenne ez a szint, és mérhető is, de házilag azért nem mindenkinek adatott meg ez, hogy mérje. Míg a nappali időszakban általában akkor áll fel ez az alfa állapot, amikor álmodozunk, amikor hogy elrévedezünk, elgondolkozunk a múlton, vagy a jövőn, és oda képzeljük magunkat. Így, mintha időutazók lennénk. Az álom, vagy az alvás szakasza alatt más frekvencia, ami megjelenik, az a téta. Ez egy alacsonyabb frekvencia, ahol az agy beindítja az öngyógyító folyamatokat, vagy felgyorsítja azokat, illetve az immunrendszert erősíti meg. Ugyanúgy ez a téta állapot az, ahol
a gyerekkori hiedelmeink, félelmeink, vagy hát hitrendszerünk lakozik, ugyanis a 4 és 7 éves kor között itt rögzülnek bennünk többnyire tudattalanul, de tudatosan is a szüleink, a nevelőink, a környezetünk hitrendszere, a szociális normák, amelyeket követnünk kell. A következő szint, amelyik még mélyebb, az a delta szint, amely eddig még nem annyira ismert, amelyet még nem fedeztek fel, és egyelőre rejtély. Amit tudunk, az az, hogy ez a szint, ahol az univerzummal, vagy a forrásenergiával, vagy az Istennel kapcsolódunk, legalábbis mi így gondoljuk. Ez a mély delta szint, tehát egy öntudatlan, vagy egy tudaton kívüli szint, amelyet direkt nem tudunk kontrollálni. A béta szint, amiről beszéltem, az a tudatos szint. Itt találhatok az élet legtöbb mozzanatai, alvás kivéve az evés, ivás, hát a kirándulás, amikor beszélgetünk, vagy dolgozunk, vagy bármilyen más tudatos tevékenységet folytatunk. Ezek a szintek természetesen mérhetőek. A legalacsonyabb szint, tehát a delta, ez a 0,5-től 4-ig terjed, tehát 0,5-től 4 hercig terjed. Ezután jön a theta szint, amely a 4 herctől 7 hercig terjed, majd az alfa szint, tehát az alacsonyabb alfa szint, amely a 7-től 10-ig, majd a felsőbb alfa szint, ami 10-től 14 hercig terjed. A beta szint, ez már 14-től felfele 21 hercig van, újabb kutatások szerint ez egészen 40 hercig is terjedhet. Ami ezután van, azt a gamma szintnek is nevezik, habár még kutatások nincsenek olyan fázisban, hogy pontosabb információt tudjunk meg róluk mi halandó emberek. Nos, ezt a gamma szintet a jogik, vagy az extázisban lévő szentek használják, tudatosan vagy tudattalanul. Úgymond ez az a szint, ahol elérjük az extázis állapotát, vagy a nirvánát, vagy a mindennel való tudatos összekapcsolódást. Hát ezek lennének az ismert és kutatott szintek, illetve frekvenciatartományok. Ezekről bővebben fogunk beszélni a tanfolyamon. Köszönöm figyelmeteket, és továbbra is jó olvasást kívánok, már hogyha az alapkönyvet olvassátok, a José Silvának az Agykontroll című könyvét, amiből többet megtudhattok, és részletesebb leírással. Legyen szép napotok!